Mind nehezebb szakképzett alkalmazottat találni, folyamatosan növekszik a munkaerőhiány Hargita megyében. Rendkívül szerteágazó és folyamatosan bővül a 30 éves gyulafehérvári Caritas tevékenysége Gyergyószéken. Folklór gálaműsort szerveznek gyerekek előadásában, rajzkiállítást és koncertet tartanak a Magyar Kultúra Napja alkalmából több gyergyómedencei településen. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, jó estét kívánok! Mind nehezebb szakképzett alkalmazottakat találni Hargita megyében. A munkaerő elhelyező ügynökség friss adatai szerint a munkanélküliek száma folyamatosan csökken. 2019 végén 5146 személyt tartottak nyilván. Ez pozitívum, ellenben a problémát az jelenti, hogy közel felük csak az elemi osztályokat végezte el, vagy semmilyen végzettsége nincs. Folyamatosan csökken a munkanélküliségi arány Hargita megyében. 2017-ben még 4,83% volt, majd 2018-ban 4,23%-ra mérséklődött, tavaly év végén pedig már 3,81%-ra csökkent. Noha ez első ránézésre kedvező adatnak tűnhet, a munkanélküliek iskolázottsági szintjének megvizsgálása után hamar kiderül, hogy valójában egyre súlyosbodó problémát jelent a munkaadónak szakképzett alkalmazottakat találni. A Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség tavaly évvégén 5146 munkanélkülit tartott nyilván, közülük 2311 volt nő. A legtöbben 360-an székelyudvarhelyiek, 322-en Gyergyószentmiklóson, 313-an pedig Csíkszeredában élnek, ezzel szemben a legkevesebb munkanélkülit Borszéken, Csíkrákoson, Székelyvarságon, Tusnádfürdőn, Gyergyóhollón, Csíkkarcfalván és Gyergyótölgyesen regisztrálták. A legtöbben 1570-en már több mint 27 hónapja munkanélküliek, még aggasztóbb adat viszont, hogy a nyilvántartó munkanélküliek közül mindössze 441 tudnak könnyedén elhelyezkedni, mindössze 945-en végeztek középiskolákban, illetve 191-en rendelkeznek felsőfokú végzettséggel. A munkanélküliek közül 1280-an 40-49 év közöttiek, majd őket követi a 30-39 évesek és a 25 év alattiak. Ahogy az adatok is mutatják, egyre nehezebb képzett munkaerőt találni Hargita megyében, szinte csak olyanok maradtak, akik nagyon nehezen tudnának elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Az 5146 személy közül mindössze 1275 fizetett munkanélküli, tehát csak ennyien számítanak potenciális munkaerőnek, a fennmaradó 3871 személy évek óta munkanélküli, és többségük semmilyen végzettséggel nem rendelkezik, vagy sohasem dolgozott. Az ügynökség által tavaly évvégén 1380 Hargita megyei munkaadó megkérdezésével végzett felmérés szerint a cégeknek 3678 alkalmazottra lenne szükségük a következő 6-12 hónapban. Ez közel háromszoros a rendelkezésre álló 1275 aktív munkakeresőnek. Rendkívül szerte ágazó és folyamatosan bővül a 30 éves gyulafehérvári Caritas tevékenysége Gyergyószéken. Vannak programjaik, amelyek már évtizedek óta segítik az itt élőket, de olyan lehetőségeket is biztosítanak, amelyeket csak a közelmúltban indítottak el. Ráadásul idén új, Romániában magyar nyelven egyedülálló továbbképzésre is lehet majd jelentkezni. A gyulafehérvári Caritas idén is több programot, képzést szervez, illetve továbbra is működnek segítő tevékenységeik. Az otthoni beteggondozás Tölgyestől egészen Marosévízig terjed ki, 15 önkormányzattal van támogatói szerződésük, 750 beteget látnak el. A Szent Erzsébet öreg otthonban 2018. novembere óta minden hónap utolsó szerdáján működik az Alzheimer Café elnevezésű program, amely nagy segítség a betegek hozzátartozói számára. Rendszeresen meghirdetik továbbá a daganatos betegek csoportfoglalkozását, amit Kedves Rita és András Ildikó vezet. Gyergyószéken nagyon-nagyon gazdag a gyulafehérvári Caritasnak a területe. A vidékfejlesztéstől elkezdve a korai fejlesztésig, otthoni beteggondozás van benne, képzési lehetőségek, felnőtt képzési központ van, itt van a Szent Erzsébet öreg otthon is, tehát nagyon-nagyon sok irányú. Azt mondhatjuk, hogy az élet kezdete előtti időszaktól egészen a halálig megpróbáljuk segíteni, követni azokat az embereket, akiknek szükségük van a szeretet szolgálatra. A vidékfejlesztési ágazat csak Gyergyószentmiklóson működik, ez látványműhellyel bővült, több képzést is szerveznek minden évben, ráadásul tavalytól az ott dolgozók foglalkoznak a növénytermesztéssel is, mint egy munkaterápiaként. Gödöcön 100 hajnal, 3 kúton Nagy Erzsébet látja el a falugondnoki feladatokat. A Caritas iskola lehetőség a fejlődésre, tanulásra.
Hogy nem kell problémája legyen egy embernek ahhoz, hogy a Caritashoz forduljon. Felnőtt oktatásról van szó, élményszerű tanulásról, legyen szó akár képzők képzéséről, akár gyermekgondozásról, vagy idős gondozásról, kórházi segédápolásról, de van olyan lehetőségünk is, hogy a szenvedélybetegség területén azok, akik szakképesítést akarnak szerezni, azok is hozzánk fordulhatnak. Ez egy újszerű képzés, Romániában eddig magyar nyelven nem létezett. A szociális ágazatban Gyergyószent Miklós mellett Remetén, Szárhegyen, Alfaluban, Csomafalván van idősek számára tematikus foglalkozás, emellett mozgásos csoport foglalkozásra is folyamatosan várják az érdeklődőket. A szenvedélybeteg programot Mezei Hajnal vezeti, minden hónap második szerdáján 18 órától előzetes bejelentkezés alapján lehet igénybe venni a segítséget. A korai nevelés és fogyatékkal élők fejlesztése program keretében 3 éves korig várják a gyermekeket és a szüleiket többféle tevékenységre. A fogyatékossággal élőknek gyógytorna és gyógypedagógiai foglalkozás is van, egyénileg vagy csoportosan, a lúdtalp és hátgerinc problémákkal küszködőknek gyógytornát, illetve felnőtteknek tanácsadást biztosítanak. Az iránytű projekt keretében fiataloknak egyéni mentorbeszélgetést tartanak, hogy a munkavilágában megtalálhassák a helyüket. A Family projektben a nevelők, nevelőszülők számára vannak mentor és tematikus beszélgetések, foglalta össze a tevékenységeiket Kassai Noémi, regionális koordinátor, a Mártonáron Szociális Központban tartott évkezdő tájékoztatón, és azt is kihangsúlyozta, hogy nagyon sikeres a Caritas önkéntes programja. A különböző foglalkozásokat, képzéseket, tevékenységeket folyamatosan hirdeti a gyulafehérvári Caritas. Egy új sertéspestis fertőzést diagnosztizáltak Kovászna megyében. Erdővidéken egy levadászott vaddisznó tetemében mutatták ki a vírus jelenlétét, egy baróti vadász területen azonosították a fertőzött vadat. Az elmúlt évben 7 házi sertésnél mutatták ki a vírust Kovászna megyében, a vaddisznó állományban tavaly októberben jelent meg a fertőzés. A fertőzés körzetében a vaddisznó állományt teljesen ki kell lőni, de ez hosszabb folyamat, ezért bukkanhatnak fel újabb betegállatok. Kommandó környékén ugyanakkor 4 vaddisznónál mutatták ki a napokban a trikinellózist. A vadászati törvényt módosító jogszabály tartalmazza azt is, hogy milyen kárpótlást kapnak a medve és vaddisznó támadások áldozatai. A változásokat kihirdette az államfő. Kihirdette az államfő a vadászati törvényt módosító jogszabályt, amely egyebek mellett előírja, hogy kárpótlásra jogosultak a medve és vaddisznó támadások áldozatai, tájékoztat az államelnöki hivatal. A jogszabály módosítja a vadász és vadászat meghatározását, rendelkezik a medve és vaddisznó támadások áldozatainak nyújtandó kárpótlásról, törli a büntetendő tettek közül a reflektorokkal történő vaddisznóvadászatot sürgősségi esetekben, a károkozás vagy a sertéspestis terjedésének megakadályozása céljából. A jogszabály értelmében, ha egy veszélyessé vált medvét a Környezetvédelmi Minisztérium engedélyével el kell költöztetni, az ezzel járó költségeket a minisztérium állja. A védett fajok, köztük a medvék és a vaddisznók, sérülést vagy halált okozó támadása esetén az áldozatok kórházi, temetési költségeit a vadászatért felelős központi hatóság vagy a környezetért felelős központi hatóság fedezi. Az erkölcsi kártérítés arányos az áldozat beérével és az inaktivitás napjainak számával. Ha az áldozat nem foglalkoztatott, akkor a kártérítést a mindenkori minimálbér összegéhez viszonyítják. A törvény értelmében ugyanakkor büntetnek számít éjjeli vadászaton a célzó lézerek, fényerősítős célzás segítő eszközök, infravörös távcsövek és hőkamerák alkalmazása, kivételt képez a központi hatóság engedélyével a vaddisznó, sakál és róka vadászat. Terepszemlét tartottak január 10-én pénteken a Szent Anna-tónál, a megyei önkormányzat szerepet vállal a Szent Anna-tó vízminőségének megőrzésében, az ugyanis az elmúlt években sajnos rossz irányba változott. Itt vagyunk a Szent Anna-tónál, ahol van egy ilyen jelzőbója, ahol mindig szoktuk a mintákat venni. Most bemegyünk oda, fúrunk ilyen légvágóval jégen lyukat, és onnan fogunk vízmintákat venni különböző vízmélységből, illetve különböző méréseket végezni, tehát ilyen hőmérséklet, savasság, sótartalom mérés, vezetőképesség segítségével, tehát, és laboratóriumi vizsgálatokhoz veszünk mintákat egy úgynevezett mintalevő palackban.
Azt tapasztaljuk az elmúlt 10 évben, hogy a Szent Anna tó vízminősége romlik, és a vízminőségi paraméterek egyik fontos jellemzője az úgynevezett termőképesség, vagyis a úgynevezett fotoszintetizáló szervezetek, algák például mekkora számban vannak jelen egy tóba. Hogyha nagyon nagy számban vannak jelen, akkor annak gyengébb vízminősége az adott tó. És mi is itt elsősorban az algákat vizsgáljuk, és azt látjuk, hogy a tó az elmúlt 10 évben kimutathatóan romlott a vízminősége, elszaporodtak algák benne egyre nagyobb számban, és nem csak, hogy elszaporodtak algák, hiszen korábban is voltak algák, csak nem ekkora számban, hanem azt látjuk az elmúlt 3 évben, hogy teljesen megváltozott az alga közösség, vagyis a domináns alga Szent Anna tóba. Addig még tudjuk irodalmi adatok, hogy az 1940-es évektől egy úgynevezett barnás színű páncélos ostoros alga dominált a Szent Anna tóban, és az főleg július-augusztusban volt ilyen nagyobb számban jelen, akkor egy kicsit úgy barnásabb is lett a víz. Addig az elmúlt 3 éve megjelent egy úgynevezett zöld alga, és gyakorlatilag ez a zöld alga az, ami ma uralja a tavat, tehát a korábbi kékvízről átváltottunk zöld vízre. 2010 óta megjelent egy olyan halfaj ott a tóban, ami előtte nem volt benne, és óriási nagy problémát jelent ez, mert ez a halfaj teljes mértékben kiette azt az apró zooplankton néven futó kis állatka csoportot, amely az algákat fogyasztotta és szinten tartotta. Na most annak tükrében, hogy milyen jövőképet képzelünk el a tónak, el kell kezdenünk egy, mondjuk úgy, egy restaurációs folyamatot, aminek eredményeként valamilyen szinten vissza tudjuk állítani azt az állapotot, ami volt a halak megjelenése előtt. Nagyon sok felmérésre van szükség ahhoz, hogy egyáltalán értsük meg, mennyi hal van, hogy mozognak, hogy szaporodnak, mivel táplálkoznak, meg kell nézzük a gyomortartalmukat, nézzük meg pontosan, milyen szervezetekkel táplálkoznak, abból megtudjuk, hogy még mi van a tóban egyáltalán, amivel eddig nem találkoztunk. És az a reményünk, hogy mondjuk az év végére sikerül annyira lecsökkenteni ezt a populációt, hogy vissza tudna szaporodni a zooplankton, illetve ezzel párhuzamosan sok olyan tevékenységre van szükség, ami megszünteti a tápanyagforrást a tó felé. Ez egy zárt kráter, ugye Szent Anna tó, tehát ami azt jelenti, hogy minden, ami itt lehúlik, az bekerül a Szent Anna tóba előbb-utóbb, így az emberi szennyezések, ételmaradékok, és főleg az úgynevezett ürülék és vizelet nagyon sok nitrogént és foszfort tartalmaz, ami lassacskán beszivárog a tóba, és kimutatható, hogy bőségesen áll rendelkezésre tápelem az algák számára. Tehát ezt is csökkenteni kellene, főleg azzal, hogy a WC kérdését kielégítően megoldani. Másik fontos dolog lenne, hogy valóban a turizmust, úgynevezett civilizált turizmus, tehát hogy jövök, látok és elmegyek, nem az, mi korábban volt nagyon gyakran, hogy ugye piknik, mit se sütöttünk, és egész nap itt voltunk. Tehát ez egy fontos dolog lenne. És hát abban reménykedünk, hogyha fel tudjuk mélységesebben tárni azt, hogy pontosan milyen mértékű a különböző behatások, illetve a halakat sikerül kordába tartani, akkor javulhat a Szent Anna tó vízminősége. Érték a Szent Anna tó. Büszkék vagyunk rá, a természeti sokszínűségünknek egyik nagyon látványos pontja, és hisszük azt, hogy ezt a tavat meg kell óvni, meg kell őrizni, a gyerekeink, unokáink számára is, és tennünk kell azért, hogy ez a tó maradjon meg ebben a formájában, ahogy megismerhettük mi gyerekkorunk óta, és ehhez összefogásra van szükség, nem csak Kozmás község, nem csak Hargita megye tanácsa, hanem mindenki, aki teheti, kérjük, hogy működjenek közre, hogy egy összefogás keretében azokat a szakszerű beavatkozásokat lehessen megtenni, amely a tónak a védettségét és igazából a megmentését tudják szolgálni. Január 18-án szombaton 11 órától ismét várják a gyermekeket a Gyergyószentmiklósi bábudvarban. A Kőleves című előadásban egy kuruc katona éhesen ment egyik háztól a másikig, de bizony nem kínálták meg sehol se egy falás kenyérrel vagy egy kis meleglevessel. Bekérezkedett az egyik házhoz is, kért a másik háznál is. Volt, ahol a kutyát is ráeresztették, máshol meg olyan szegénynek tetették magukat, mint akiknek semmiük sincs. Hogy hogyan lakott jól, az kiderül szombaton délelőtt.
Folklór gála műsort szerveznek gyerekek előadásában, rajzkiállítást és koncertet tartanak a Magyar Kultúra Napja alkalmából több gyergyómedencei településen, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ szervezésében. Az első két rendezvénynek tavalyra visszanyúló története van. Gyümölcsöző és rendezvényekben gazdag év volt a 2019-es esztendő, összegzett Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója. A sikerekhez hozzájárult a megyei tanács és a gyergyói települések önkormányzatainak támogatása, valamint a kulturális szervezetek közreműködése. Nagyon sok új helyszínen tudtunk képzőművészeti kiállításokkal megjelenni, új programjaink voltak megszervezve, befoglalva a rendezvénysorozatainkba, illetve újabb kapcsolatokat sikerült kiépíteni, na meg természetesen a digitális világban is hangsúlyosabban jelen lenni a weboldalunk és a Facebook oldalunk fejlesztése és programjaink anyagának a feltöltésén keresztül. A képzőművészeti anyaggyűjteményüket több külföldi településen bemutatták, 2020-ban pedig készülnek Szolnokon, valamint a gödöllői Sziszi kastélyban kiállítást szervezni. A másfél éve újraindított weboldalon mintegy 600 munkából virtuális kiállítást hoztak létre. Három nagyobb horderejű hivatásos művésztábort tartottak tavaly, és korszerű digitális eszközöket is vásároltak, emellett számos gyerekeknek szóló pályázatot és versenyt is hirdettek. Egyike ezeknek az első alkalommal megtartott gyergyószéki népdal és néptáncverseny, amelyen a medence minden településéről neveztek gyerekeket. A megmérettetés nyertesei részvételével gálaműsort állítottak össze, melyet Szorbányban, Zsibón és Szamosújváron is előadtak. Az 50 gyermek szereplésével zajló előadást most a Magyar Kultúra Napja alkalmából is bemutatják, január 18-án Borszéken, január 19-én pedig Gyergyóalfaluban. Mindkét helyszínen 19 órától tartják a gálaműsort, a belépés díjtalan. Fontosnak tartottuk azt, hogy folytatása legyen annak a rendezvénynek, amit a tavaly megszerveztünk, és ami szépen fejlődik is, hiszen a tavaly lett belőle egy produkció, tehát egy folklór műsor, amit a Szorványba tavaly már elvittünk két helyszínre, és amit fontosnak tartunk, hogy a Gyergyői medence minden településén, ahonnan valók a gyerekek, ott is a közönségnek kicsitől nagyig megmutassuk. És miért ne a Magyar Kultúra Napján, hiszen, mint tudjuk, az elmúlt évszázadok során is mindig a nagyjaink a népi kultúrához nyúltak vissza, és onnan építkezett újra sok esetben a magyar kultúra. Január 22-én 18 órától rajzkiállítást szerveznek, majd 19 órától etnofolk koncertre kerül sor a Magyarországi Makám Együttes előadásában. Mindkét esemény helyszíne Gyergyó remete lesz. Pelendekelek évfordulót ünnepeltünk a tavaly, és az igen sikeres pályázatunk, rajzpályázatunknak a legjobb munkáit fogjuk kiállítani Gyergyó remetén, amelyet majd követ a nemzetközi hírű magyarországi makám etnofolk együttesnek a záró koncertje. A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett gyergyószentmiklósi programokat későbbi híradásunkban ismertetjük. Szapiencia U23 gyergyói hoki klub mérkőzést rendeztek szerdán délután Csíkkarcfalván. A piros-fehérek bár begyűjtötték a kötelező három bajnoki pontot, meg kellett dolgozzanak érte, hiszen a fiatal csapat kétszer is vezetett a mérkőzésen. A gyergyói gólok közül kettőt Ryan Rupert, egyet-egyet pedig Matt Rupert és Péter Zsolt lőtt, és 4-2-re győztek a piros-fehérek. Szombaton és vasárnap este fél héttől Galacon játszik a gyergyói hoki klub. Mindkét csapat 40-40 pontot gyűjtött eddig, és ezzel a csíkszeredai sportklub mögötti helyeket foglalják el a román hoki bajnokság tabelláján.
Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, szép estét, viszontlátásra holnap!